a játék neve ezúttal Faded Stories Full Moon, ami a Faded Stories Grimbergnek a folytatása, és ez a játék a kapcsolatban az a furcsa, hogy a Steam oldala üres. Tehát nincsenek guide-ok, és nagyon kevés a discussionben a hozzászólás, aminek nem tudom pontosan mi az oka, de van egy üzenet ott a Desert Fox-tól, amiben kifejti, hogy igazából mi is itt elmagyarázza azt, hogy, tehát összefoglalva elmagyarázza azt, hogy a rajongóknak miért vannak felé irreális elvárásaik. Ugye röviden a történet gyakorlatilag annyi, hogy ő megcsinálta a Bad Dream Coma-t, ami egy nagyon jó játék lett, csak tökönlődte magát egy kicsit, ezért ugye az lenne a normális, hogy azt várják el tőle a rajongók, ugye, hogy hát meg ugye ez lenne az elvárt egy ilyen minden esetben ugye, hogy egy kicsit mindig följebb lépsz, csak az a pici probléma, hogy a Desert Fox ugye egy ember, és indie fejlesztőként ugye a játékaiból annyi pénzt nem tud összeszedni, hogy a lakbért kifizesse. Ezért egy picit irreális felé az az elvárás, tehát az az elvárás, amit egyébként a játéknak, vagy játékainak a rajongói elvárnak tőle, hogy nyújtson. És ezt a bejegyzést egyébként az amiatt tette, mert hogy a Faded Stories Full Moon-nak elvileg nagyon sok negatív kommentje lett, éppen azért, mert nem azt hozta, amit a rajongók elvártak, és ezzel csak az a probléma, hogy mivel lehúzzák kevés review-t kap amúgy is, a negatív review-k így jobban lehúzzák a dolgot, és az emberek nem veszik meg, mert ugye mit tudom én, hogyha már csak mostly pozitív egy játéknak az értékelése, akkor azt már nem veszik meg. És ezzel még kevesebb pénzt kap, tehát még kevésbé tud a játékot csinálni, mint elvárnának, és így tovább, és így tovább. És gyakorlatilag ez a történet, nem tudom, hogy a Full Moon milyen lesz, bár ez a befolyó vörös fény az eléggé nyomasztó, én mindenképpen azt mondom, hogy az ő érvei azok teljesen érthetőek, tehát hogyha nem keresel ennyi pénzt, hogy egy játékot jobbra csinálj, mert egyszerűen nincs meg az a növekmény a bevételben, ami bele tudnál fektetni ebbe, akkor bizony egy kicsit lejjebb kéne tekerni az elvárásokat. De ugyanakkor ugye a játékok, amiket ennek ellenére kiad, ezek nem rosszak. Ugye most a Grimbergre mondtam negatív dolgokat, mert a Grimbergnek nem az egész, hanem egy része nem annyira tetszett. Nekem konkrétan a Grimberg az összes Desert Fox játék között talán az, amelyik a legkevésbé tetszett. De ez nem azt jelenti, hogy ez rossz. Ugye most lehetne jönni azzal a kis klisével is, hogy hát mert több pénzből is csináltak szarabb játékot, de igazából valójában inkább azt mondanám, hogy nagyobb költségvetésű játékok is kevésbé foglaltak le, mint egy Desert Fox játék kisebb költségvetésből. Szóval mindegy, hosszúra nyúlt ez a bevezető, csak ezt el akartam mondani, mert ilyen furcsa volt itt a Full Moon-nak az egész oldala. De a lényeg az, hogy indie fejlesztők csórók, és ugye ők is akarnak jó cuccokat csinálni, csak nagyon limitált az idejük, a pénzük főleg limitált, különösen akkor, hogyha annyira nem telik nekik, hogy megéljenek abból, amit a játékból behoznak, mert akkor ugye más dolguk is akad, például dolgozni rendes munkahelyen, és így még kevesebb időt tudnak rászállni arra, hogy valami játékot csináljanak, stb. Tehát ebből is az van, hogy támogatni kell az indian indie fejlesztőket, ahogy én is támogatom a Desert Fox-t azzal, hogy megvettem ugye ezt is, meg az eddigi összes játékait, és akkor most ennek a hosszú monológnak a végén
hogy mi is itt a helyzet, akkor kezdjünk bele. Tehát úgy látom, hogy ez 6 részből áll, ami jó, mert itt tudok akkor részenként menni. Tehát az első az hétfő, a második az Undead Girl, szerda, Staring Contest, péntek és Full Moon. Oké, hát akkor kezdjük hétfővel a napot. Ha klisések vagyunk, vagy attól függ, miről szól a játék, akkor a hétfő lesz valószínűleg a legrosszabb epizód ebben. Oké. ugye felhoztam a Greenbergnél azt, hogy a játék mennyire mellőzte a részleteket, mennyire kevésbé volt részletes. Na itt azért már látszik, hogy azért a rajzolás sokkal több részletet tartalmaz, és ez jobban is tetszik. Oké. Több interakció is akad. Nem tudom, ezeknek van-e funkciója. Most teljesen vakon megyek, tehát nincsen nekem semmi guide-om itt oldalt. Úgyhogy lehet, hogy el fogok akadni párszor. Na, lássuk. 11.37. 11.47. Oké, ezeket meg tudom változtatni. Account number, password. Betrun, Greenberg Bank. Vajon? Ez egy kérdés. Vajon? De mi lehet a password? Na, ez egy nagyon jó kérdés. Tehát kell egy password. Azon talán, ha megadom azt a számlaszámot, ami a Greenbergben volt, azzal valami történik valami? Na mindegy, akkor nézzünk körül, mi ez? Igyál kávét, és szedd össze a pénzt péntekre. Még mi van pénteken? Á, van tovább is, oké. Szerda, igyál kávét, a jó alvás klinikát látogass meg. A nagy nap. Valami lesz pénteken. Wow. Na, ez be is krepált, nagyszerű. Ej! Tehát ez már így... Tehát ez mennyivel... Jó, mennyivel több meló is van benne, nyilván. De mennyivel... üveg. Mennyivel faszábban néz ki így, hogy mennyi részlet van benne. A Desert Fox nagyon jól tud rajzolni, ha beleöli az energiát. És én nagyon bírom a stílusát. Fogok még harákolni rendesen. Itt lehet nyomkodni. Jó, én vagyok itt, oké. Okay. Te ki vagy? Jó reggelt. Azt hiszem van egy levelem a számára, de nem találom. Oké, okay, ez furcsa volt. Adjon egy percet. Ez, hogy így leesik a szöveg, ez vicces, de ez jelent valamit? Oké, adok neked egy percet. Ej, kutya! 96-49-34. Ez olyan micsoda. Várjál, van inventorim? Be respectful, move them with the stick. Ja, itt megint itt van ez a latinnak tűnő, valójában inkább placeholder szöveg. Ugye légy tisztelettel, egy bottal nyomd őket odébb. Zárva. Lehet, hogy az Undead Girl az egy zombi lesz. Ez meg egy kutya. Kös kutya. Oké, megvan már. Ja, tévedtem ezzel a levéllel. Úgy tűnik, hogy még sincs semmi a számodra. Kösz. Ez vicces, hogy így leesik, csak... Akkor most ilyenkor mi van? Itt állok egy darabig és pihenek. Egy csomó légy van odakin. Oké. Okay. Van egy... Érzem, de...
Várjunk, lehet, hogy automatikusan... Á, oké, tehát ide teszi. Oké, tehát ez a szám, a szám. Oké, most ez helyett beírom a Greenbergben lévő, tehát végre ez is egy faded story, tehát mi van, hogyha azt írom be? Ha nem történik semmi, akkor nem történik semmi. Azt mondja, hogy... 35, 18, 95. Remind password. Woho! Oh. Wow. What the fuck? Wow. De kemény, ahogy a részletek kitörlődnek a rajzból gyakorlatilag, tehát átvált a Greenbergre, ami ugye egy egyszerűbb rajzolási stílussal volt. Wow. I got a report that you were trying to log into the bank account of the richest person. Tehát, ja, az meg a rendőr a Mumbling Crowdból. Ja, hogy azt a bejelentést kapta, hogy megpróbál belépni a bank fiókjával a leggazdagabb embernek várva, ugye, mert a Greenbergnek az elején, a legelső részében, a Lonely Giantben, ugye megnyertük a lottót, és azért most olyan sok pénzünk lett. Oké? Okay? Nem a legokosabb cselekedete volt. És most velem jössz, te tolvaj. Kaptam egy achievementet? Corrupted story. Your imagination and creativity corrupted this story. Ugye a képzeleted és a kreativitásod megfertőzte ezt a történetet. Haha, oké. Okay. Jó, ez klassz volt. Tök jó, hogy átváltott gyakorlatilag a Greenbergnek a grafikájára. Na mindegy, ez vicces volt. Oké, okay, most akkor csináljuk rendesen. Ezt először is eltöröm. Aztán... Igen, mert most esetleg fejből beírhatnám a kódot, csak nem akarom. Mert hát, ha megint eltöröm, mert van ilyen. Ugye, mert hogy lehet, hogy nem jól implementálta be a cuccokat, és hogyha ilyen shortcutot próbálok, és sikerül, akkor lehet, hogy valamit nem triggerelek, stb. Oké, tehát megvan ez. Visszajövök ide. És akkor ő itt fog most átsorogni, mert aki sok a légy. És akkor én bejövök ide, és beírjuk azt a számot. Ups. Tehát. 9649934. Your logging details will be mailed within a few business days. Ó, oh, ja, hogy postán, oké, okay, megoldom, hogyha pár napig tart kiküldeni egy e-mailt, az elég kemény. Oké, okay, akkor pár napon belül megtom ezt, tehát az valószínűleg egy következő részben lesz aktuális. Jó. És akkor... Akkor most... Á, eltűnt innen az arc. Eltűnt a kutya is. Akkor viszont ki kell mennünk, de odakint sok a légy. Ó, oh, manöken, nagyszerű. Megint ez a placeholder lorem ipsum szöveg. Oké, okay, ennek valószínűleg semmi értelme, amit mond. Ups. Ó. Jéjjj, pénisz! Csak azt akarom, hogy ne maradjunk le semmiről, mert hát, ha valami fontos részlet. Ja, arra van a nyíl, oké. Okay. Egyébként a Greenbergnek voltak jó ötletei, tehát nem is mondtam azt, hogy az rossz lenne, mert ez a lorem ipsum is ott jött be, és egyébként nem csak egy ilyen gagyi placeholder szöveg lett belőle, hanem kreatívan ugye például a Mumbling Crowdba beépítette, hogy az gyakorlatilag annak oka van, hogy az ott van. Az tetszett. Lottózó. Hey, hello. Oké, okay, részt vesz a lottón. Nem tudom. Milyen a napod?
Winning Numbers. Az utolsó húzásból. 6, 14, 19, 27, 42. És ez? Az is az. Oh, miért dobnak ebbe a csomó érmét? Vegyünk lottót. Nem tudom, sok minden más nem tudok csinálni. Bocsánat, meg drágám, de ezek az érmék nincsenek forgalomba. Ja, olyan sűrűn váltogatjuk őket, hogy nehéz követni, hogy milyen érmék és ugye ezek a bankjegyek vannak frissítve. Ja, néha úgy tűnik nekem, mintha különböző szomszédságok különböző pénzzel fizetnének. Elég nehéz követni. You need to sort your coins. Sort. Oh. Eltűnt a manöken. Akkor jó, akkor menjünk erre. Wow. Vége a világnak. Oké. Okay. Arra is elnézünk majd. Csak előbb... Gondolom ez egy valódi világ vége itt, mert... A Desert Foxnál mindig valódi, amikor nincs oda rajzolva valami. Oké. Okay. Oké, okay, ezek még mindig Lorem Ipsumban beszélnek. Meg itt egy... Zomb... Oh. Platy, platy. Jaj, a szájából, meg a szeméből. Oké. Okay. Hétfő. 9.43, 10.37, 15.54, 17.42. Ó, ja, az óra! Az óra! Várjunk. Még egy dolog. Talán itt is tudok trükközni. Ugye a Fader Stories Greenbergben is volt három ugye időpont. Hát ha... itt ha azt beállítom ezek helyett, akkor megint történik valami. De mi a franc van ezekkel a bábukkal? Ja, lehet, hogy ez ugyanaz, mint a Greenbergben volt ugye, hogy a Corrupted Memory-ba, vagy valamelyikbe, amikor a bábokat kellett összeszedni. De az kettő részben is volt. Corrupted Memory talán, meg a Happy Memory. És akkor lehet, hogy azért beszélnek. Most itt... Mi lenne, ha beállítok egyet? Hát, ha megint eltöröm a játékot. Kell nekem a... 9... 25, ha jól láttam. Oké, tehát beállítom 9.25-re, és kimegyünk. És meglátjuk, hogy... Ej, itt a busz. Te veled? Oké. Mi történik? És visszajutottunk ide! Király. De... Tök jó, mert így látni, hogy mi a, hogy a grafikában mennyi különbség van ugye a Greenberghez képest. Hogy tudok két irányba is menni. Oh, shit. Ops. Missing. Egy csomó missing meg wanted plakátok. Erre mi van? Várjunk, ezt fölnyomom, mert olyan halk. Hát így se hangosabb, de legalább hallani valamit talán. Ugyanaz a zene, mint a Greenbergben. Oké, ez zárva. Oh, hello! Nem biztonságos, hogy itt vagy. Ennek a resortnak a... Ez a része ugye elkopott és elfelejtődött. Hogyha egy üres oldalhoz érsz, nem tudsz visszafordulni majd. Oké, okay. Bizalomgerjesztő.
Ja, mondjuk ez is lehet hogy miért faded stories. Ugye például, amikor beírtam azt a számlaszámot, akkor ugye kikopott ugye a maga a világ, és akkor egy ilyen egyszerűbb lett. Lehet, hogy azért is faded. Lehet, hogy biztos, hogy szándékos volt. De nem tudom, mennyire volt szándékos, hogy tényleg ilyen volt a Greenberg, hogy gyakorlatilag egy line art mindenféle, hát nem sok részlettel. Lehet, hogy direkt ezt jelentette a faded stories, hogy így ki volt kopva az egész. Nem tudom. Ha üres laphoz érek, akkor nem fog visszafordulni. Ej, itt a budi! Ej, egy kígyó! Nagyon kígyó. Foglalt. Ja, és egy kicsit be is vagyok szorulva. Ja, kicsit bajba vagyok. Kifogyott a WC papír. Hát az... az szar. Szóval ezt kell szereznem neked, WC papírt? A kígyó nem jó? Ó! Oh. Találtam valamit. De mire lesz ez nekem jó? Ez az. Oké. Okay. Faded object. Tehát elkopott. Tehát, hogy el van kopva. Akkor nekem ezzel valamit csinálnom kell. Nem faded-dé tennem? Mert az egy WC papír, de... hogy teszem nem faded-dé? Talán te tudsz valamit? Nem kéne ilyen dolgokhoz hozzányúlnod. Ez a tárgy majdnem elkopott. De ez még mindig veszélyes lehet. Még én is alig tudom kivenni ennek a tárgynak az alakját. Visszaállítom neked. Ja, fogd ezt, és menj egy biztonságos helyre. Biztonságosabb. Toilet paper. Tehát vissza tudta állítani, hogy mi ez valójában. És... a Corrupted Memory-ban a Greenbergben volt ez, ugye ott is a tárgyak ugye fadedek voltak már, és ugye át tudtam alakítani őket, ahogy kapcsolgattam, tehát ez egy ilyen visszatérő dolog úgy néz ki. Lesz a budi papír. Ez fontos a WC papír. Hello! Kösz a segítséget! Szívesen. Oké, hirtelen a jobb egérgomba kellett kattintani, nem a ballal valamiért. Ez mi? Végsép. Meg egy hal. Meg két hal is van. Az igen. Van egy végsépem. Ezt is elvigyük az arcnak. Hé, te arc. Te egy végsép. Szóltam, hogy ne nyúlj ilyen dolgokhoz. I'm the archivist's emissary. Tehát én vagyok a archivist. Hogy fordítják azt, hogy archivist? Neki a követe, aki ilyen... nem tudom. She's the guardian of this city, tehát ő az őre ennek a városnak. Az archivist created me and my sibling out of pure creativity. Az archivist hozott létre engem és a testvéreimet tiszta kreativitásból. Lore! Ja, az a végzetünk, hogy újra élesszünk régi emlékeket. Újra rajzoljunk eltűnt vonalakat. Sajnos nem is mindig ismerjük fel az elveszett formákat. Ja, mindig amikor eltévesztünk, ugye, tehát mindig amikor rosszul emlékszünk egy emlékre, vagy rosszul ismerünk fel egy emléket, akkor egy kis dolgot megváltoztatunk benne. Ja, és ezt ismételjük sokszor, vagy elégszer ismétlődik, akkor a történetek teljesen megváltozik
megváltoztatja az eredeti jelentését. Ezért el kell kerülnöd ugye az elkopott faded cards. Nem tudom miért cards van itt. Tehát az elkopott kártyákat és a vague shapes-t. Tehát az ilyen elnagyolt formákat. Ha a te vonalaid is eltűnnek, nem tudom garantálni, hogy tökéletesen rekonstruálni tudlak majd. Ja, itt az a visszaállított tárgy, de ne gyere vissza. Le. Spider nest with an item under it. Okay, szóval a Greenberges utalásos részt nem tudtam megcsinálni, nem tudtam rájönni, hogy mit kell csinálni a pókfészekkel. Ha ti rájöttök, akkor írjátok meg. De akkor menjünk tovább. Tehát van itt 4 időpontunk. Akkor kezdjük a 943-mal igazából. Nincs semmi támpontunk arra, hogy melyiket kéne előnyben részesítenünk. Tehát coins in current circulation. Oké, tehát a mostani... Oké. Tehát azok az érmék, amik most izébe vannak. Használatban. És így raktam a kettőt és ezt elvettem, nem igazán értem. Oké, itt áll a busz. Lehet, hogy akkor most vennem kell tőle valamit? Köszönöm, mit kapok? Kupont. Oké. Oké, és akkor itt kellene bejelölni a izékat. A nyerő számokat? De nem emlékszem a számokra. Nem tudom, hogy 6, 14, 19, 27, 42. Nem tudom, hogy ugyanazokat megjátszom, akkor az számít-e, vagy... Lehet egyébként, hogy ugyanazokat kell megjátszani. Érdekes. Vagy csak egy achievement. Na mindegy, meg vagyunk ezzel is, akkor most ilyen komi van. Ó, ez új. De van ceruzám. 2, 3, 4. Shit. Ja, különböző, oké, megvan, megvan. Tehát a B1-től kell indulnunk. B1. Várjunk, ez... Ez ide jön. Ez meg ide. Ej, oké, tehát nekem kell kitalálnom. De furcsa puzzle ez. 1, 2, H2, J2. Ej! Oké, ez érdekes volt. De minden tiszta tinta. Oké. Ó, tudok. Plutty. Ej, oké. Lady Arabella. Mark Stuff and Thing. Te ki vagy? Oké, tehát ez egy ilyen zálogház. Minden frissen van festve, ezért zárva van ma. És mi van a zombilánnyal? Húha. Folyik mindenéből a trutyi.
Ja, hogy ez így is marad, ilyen tintásan? Plegy, plegy, plegy. Tinta még nedves. Nem kéne hozzá nyúlnod. Ja, nem eltűnik róla, hogy nézem egy idő után. Tiszta tinta lett a kurzor. Oké, csak pénteken és hétvégéként szolgáltat. Ez ilyen jós. Jaj, de nem hiszek ilyen dolgokban, mint mágia és ugye clairvoyance, az ilyen előrelátó, vagy valami jövőlátás. Kíváncsi vagyok, hogy az élőholtak a vezéke, a forrásai a legyeknek. Close. Meg hogy ő itt fog, itt áll már órák óta, nem valószínű, hogy el fog menni. Minden frissen van festve. Á, oké. Tehát nem szólt, hogy a busz ott álljon, akkor tudok erre tovább menni. Á, oké. Ej, van egy botom. Ó, hát persze, hát az újság írt, hogy botta kell odébb piszkálni a zombit. Oké, oké, oké. Ej, odébb piszkáltam. Zombi. Ő lesz olyan a következő részben az Undead Girl. Okay. Ez egy kávézó. Akkor igény szerint folyik a víz. Hello! Te a 5, kávé 6, extra süti. Ja igen, mert az a quest, hogy kávét kell innom. Hello, Sarah. Látta bárkit a kávézón kívül? Úgy ez, amit hogyha figyelnének mostanában. Sok lány eltűnt az utóbbi napokban. Hát biztos csak paranoiás vagyok. Akarod a mai specialitást? 8 zlotyiba kerül, nekem mennyi van? Ó, oh, pont van annyi, hogyha azok az érmék zlotyik. Ej, hey, cool. Jó nap volt. Tényleg? Wow, és ennyi? Ha! Furcsa. Érdekes volt. Kicsit hasonlított hangulatban a Fade Stories Greenbergre, tehát hogy ilyen mi történik, de sokkal több story volt benne, meg lore talán, meg jobban ki volt dolgozva, de jó volt, hogy egy csomó helyen, vagyis hát ugye két helyen legalább ugye visszautalt a Greenbergre, ugye amikor a számlaszámot írtuk be, meg amikor a buszt elhívtuk. Mondjuk kicsit félrevezető is volt a játék, bár most, hogy így belegondolok, a buszos részre gondolok egyébként, mert a busznál ugye kirakta, hogy van több várjunk? Igen, mert a busznál ugye ott várakozott a zombi, meg a próbababák. És amikor odajött a busz, akkor eltűntek, és azután tudta elmenni az erdőbe. Tehát mondhatni, hogy egy picit félrevezető volt, mert az feltételeztem, hogy nekem a buszra föl kell szállnom, de nem, nekem csak meg kellett idéznem a buszt, hogy azok el tudjanak menni. Ha. Így már van értelme egyébként, viszont a maga az epizód, a Monday, az meglepően rövid ahhoz képest,
Tehát nem hiszem, hogy ez egy hosszú játék lenne. Leszámítva, hogy az elakadásokat, mert mondjuk a Greenberges részt azt még mindig nem tudtam megoldani. Pedig ültem rajta, meg nyomkodtam egy darabig, de valahogy nem tudtam rájönni, hogy mi a fenét is kéne csinálni. De akkor lényegében ez volt az első része. És akkor van még hátra elég sok, akkor feltételezem, hogy egyik se olyan szörnyen hosszú. Csak max tele van easter egg-ekkel. Nem fogom, van egy valaki, aki több easter egg-et megoldott. És kicsit azért nem fogok easter egg-ekre vadászni feltétlenül, mert egyrészt nem ad hozzá a történethez, meg a játékhoz, hanem csak ilyen érdekesség. Tehát a Greenbergre visszautalás is érdekes volt, bár mondjuk az Archivist az azért már egy kicsit adott lort hozzá, tehát ez ilyen ízés, de azon kívül, mert sok, ahogy nézegettem a achievementeket, amiket ebbe a játékba el lehet érni, sok visszautalgatás is van. Tehát, hogy eljutsz péntekig, ott találsz valamit, és azt írod be hétfőn, meg ilyenek, tehát ennyire nem akarok belemenni. Aki ezt akarja csinálni, az vegye meg a játékot, és hajrá! Nyugodtan megteheti. De! Akkor egy kicsit ilyen össze-vissza volt ez az epizód, ahogy így kicsit elkalandoztam, meg jobban belemélyedtem a Greenberges utalásba, mint az kellett volna. De! Akkor ez volt a Fade Stories Full Moon Monday. Ha tetszett, akkor nyomorsátok gombokat a talon, mert azért vannak. A féldobozókba írjátok le véleményeket bármiről. Ha látjátok a csoki nyulat, szóljatok neki. És a következő videóig pedig. Sziasztok!